részlet Szent János evangéliumából. Jézus így szólt: most dicsőd meg az emberfia, és Isten megdicsőd benne. Ha Isten megdicsőd benne, Isten is megdicsőítéd önmagában, hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak kis ideig vagyok veletek, keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom, ahová én megyek, oda nem jöhettek. Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Vajon minden ember ugyanazt érzi, amikor fázik, amikor éhes, vagy amikor fájdalma van? Már nem tudjuk ellenőrizni, de valószínűleg igen. Legfeljebb a tűrés küszöbünk különbözhet egymástól. És a lelki dolgokkal kapcsolatban vajon mindannyian ugyanazt értjük-e? Ugyanazt éljük meg, amikor szeretünk, amikor örülünk, vagy amikor csalódunk? Lelkileg nagyobb különbözőségek mutatkozhatnak. Leginkább a szeretet fogalma és megélése esetén. Van olyan szeretet, amit nem sokan értenek, ami viszonzást nem várva ismeretlen emberért akár önfeláldozásra is képes. Gondoljunk például Kolbe atya példájára, vagy akár Kalkuttai Teréz anya áldozatos, szolgáló szeretetére. És a másik véglet az a szeretet, ami gyilkosságba torkollik. A világban számtalan gyilkosság történik, akár egy röpke év alatt is, pusztán szerelemféltésből. Az utóbbi nem szeretet, hiába nevezik annak, mert a szeretet bűnbe nem vihet. Az csak önszeretet, ami téves, beteg és torz. Mennyire széles skálán és különböző módon szeretünk. De van egy támpont, mert Isten, aki a szívünkbe oltotta, Jézus által ebben is eligazítást és útmutatást ad. Jézus kétszer is hasonlítja a szeretetet. Egyszer azt mondja, szelesd fel barátodat, mint önmagadat, aztán ahogyan hallottuk az evangéliumból, szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek benneteket. Úgy érezzük, hogy ez utóbbi egy magasabb fok. Egy magasabb mérce. Gondolkodjunk el először a kérésről, szeressétek egymást. Az apostolok barátok is voltak, bármennyire is különböztek egymástól. Úgy éltek együtt, mint egy nagy család. Valószínűleg egymáson mi is a családtagjainkat értjük. Pedig az apostolok sem voltak mindig barátok. Jézus mellett, Jézuson keresztül lettek barátokká. Nem választották egymást, mint ahogyan mi választanánk egymást a szimpátia alapján, hanem Jézus az, aki őket választotta az apostoli feladatra. És abban a közösségben, ahol Jézus állt a középpontban, ott barátokká, sőt testvérekké váltak. Jézus nélkül soha nem vált volna Péternek, vagy a többi apostolnak barátjává Máté, a vámszedő. De Jézussal való találkozás nélkül soha nem lettek volna barátok Pál és Péter apostol sem. Péter és Pál találkozásakor Jézus már nem volt köztük látható módon, mégis Jézus volt az, aki összeforrasztotta őket, mint barátokat, mint apostoltársakat, mint hithirdetőket. Vajon összekapcsol-e igazán minket a szeretet családtagjainkkal, munkatársainkkal, közösségünk tagjaival, ahogyan Jézus összeforrasztotta az apostolok közösségét. Jézus nem csak azt kéri, hogy szeressük egymást, hanem megadja a mércét is, szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. De vajon tudjuk egymást úgy szeretni, ahogyan Jézus szeretett? Szép jelenet a Ben Hur című filmben,
amikor a főszereplő faggatja Esztert arról a férfiről, akihez hozzá akarják adni, bár kiderül, hogy még csak egyszer találkoztak, és valójában nem tud róla semmit. Ben-Hur ezt kérdezi Esztertől. Szereted őt? Eszter így válaszol, majd megtanulom szeretni. De lehet-e megtanulni a szeretetet, ami érzések szintjén vagy van, vagy nincs? Olcsó megoldásnak tűnhet, ha a szeretetet csak érzések szintjén ismerjük. De az egyetlen megoldás akkor, ha a szeretetet Jézus példája nyomán gyakoroljuk. Amikor nem érzések döntik el a másik iránti viselkedésünket. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus szimpátia alapján is választott magának barátot. Lázárt Jézus barátjaként ismeri a Szentírás. Halála megrendítette, hiszen megsiratta az elhunyt Lázárt, mielőtt feltámasztotta volna. De azt is tudjuk az evangéliumból, hogy Jánost úgy említi a Szentíró, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Biztosan észrevehető volt Jézus viselkedésén, hogy érzéseiben jobban szereti, de abban nem, hogy különbséget tett volna a javára. Egészen biztos, Jézus a többieket nem rövidítette meg vele. Mindenkinek azt adta, amire szüksége volt, azon felül, amit emberségében megillette. A bűnösökhöz lehajolt, közösséget vállalt velük, Péternek, aki megtagadta őt, nem csak töretlen szeretetét kínálta, de bizalmát is, hisz feltámadása után rábízta egyházát. A farizeusokat szembesítette képmutatásukkal. Mind a szeretet, ami a másik javát szolgálja. Ha kell szembesítéssel, fájdalmas, de igaz szavakkal, ha az viheti őt az üdvösségre vezető úton. A szeretet, amire Jézus példát adott, a legigazibb jó indulat a másik felé. Nem érzelgősség, nem gics. Vannak emberek, közeli hozzátartozóink is, akikkel szemben, ahogy Gyökösi fogalmaz, a szeretet meghidegült bennünk, és megint mások, akiket sosem kedveltünk. Ennek ellenére mindig meg kell adnunk viselkedésünkkel, ami megilleti őt. Nem csak emberi méltóságának, de annak a helyzetnek, szerepnek megfelelően is, amit az életünkben betölt. A házastársnak, szülőnek, gyermeknek épp úgy, mint a munkatársnak, szomszédnak, ismerősnek. Kihozni minden kapcsolatból a legtöbbet, amit jó indulattal, szeretettel ki lehet belőle hozni. Tudatos döntéssel, a szeretetnek a fényében, és nem ösztönösen élve. Szentek is adtak példát a Jézusi szeretetre, nem csak látványos önfeláldozással, de napi odafigyeléssel is. Kis Szent Teréznek egy apácatársa igen ellenszenves volt. Amikor Teréz ezt felismerte magában, igen elszégyelte magát, és elhatározta, hogy erőt vesz magán, és mindig kedvesen fog hozzászólni, segítőkész lesz vele, hogy ezzel leleplezze érzéseit. Egy idő után az apáca odament Terézhez, és ezt mondta neki, köszönöm, hogy olyan jó vagy hozzám. Nem értem, hogy miért szeretsz ennyire. Szent Teréz megértette, hogy milyen a Jézusi szeretet. Nem csak az apostoloktól, de tőlünk is kéri Jézus, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket, és egészen biztos, hogy a kegyelmi segítséget is megadja hozzá.